Mizi YouTube, hello mindenkinek, ez itt a fiad Ronyesz, és ezúttal úgy gondoltam, csinálok megint egy Mortal Kombat mobil videót. What's up YouTube, hi, yo, it's your boy Ronyesz, and this is my thought, I make another Mortal Kombat mobile video. A múltkor mondtam, hogy talán csinálok egy Classic Rain videót, és eldöntöttem, hogy most megcsinálom. Last time I told you that I may make a Classic Rain video, I decided to do it. Tehát kezdjünk is bele. So, let's get it started. De előbb szeretnék felvenni egy-két harcot a fatális Edinjai toronyból, remélem nem fogjátok bánni. But before I wanna record some fight from the Edinian Fatal Edinian Tower. I hope you won't mind it. Mert gondolom, hogy ez a főnök harc nem fog sikerülni egy-két meccsen belül. Because I think this boss fight won't succeed in one match. Oh, egyébként ugyanazt a talentumokat használom, mint a múltkori videómban is. Csak hogy megmutassam. Jaj. Anyway, I still using the same talents like before the previous video. De most a Edinjai torony csapatom a második Edinjai torony csapatomat használom. But now I use my Edinian Tower team too. És ezeknek a felszerelései a következők. And for the and the equipment for these characters are these. MK11-es Kabal, MK11 Kabal. Day of the Dead Kitana. And és klasszikus Reptile. And classic Reptile. Csak azoknak, akik nem tudják, mert nem játsszák a játékot, és nem nézik a videóimat annyira elután a meccs után, hogyha ha levere mindárom őnököt, egy gyémánt korit fogok kapni. Just for those who don't play these games and don't follow my video, I will gain a diamond character after this level. Save. Wow, nice.
Szép! Nice! Elég legyen már a power drainekből. Enough of the power drains. Ahogy gondoltam, egy harc alatt nem jön össze. Nem jött össze egy harc alatt, ahogy gondoltam. As I thought, I couldn't win this in one fight. De egy főnök legyőzve. But one boss But one boss has been defeated. Yep, sure. Yeah, yeah. Fight. Gyönyörű. Beautiful. It's the dawn of a new reign. Ez egy gyönyörű, gyönyörű befejezés. This is a beautiful, beautiful ending. Akkor most a gyémánt karé következik. Impressive. Kapok egy gyémánt karét, remélhetőleg jó lesz, amit még nem maxoltam ki. The, now a diamond character comes. I hope it won't be... I hope it will be a good character and won't be one that I have already maxed out. Szurkoljatok, wish me luck. Okay, okay. Ez egy jó. Nem rossz kari és még nem maxoltam ki. Well, okay, okay. Not this isn't bad character and I haven't maxed it out yet, so it's okay.
A maradék hármat a toronyból gyorsított autóborba játszom le, mert gondolom, hogy ezeket a gép is le tudja már játszani saját magától, nem lesz ez nehéz. The last three fights of these tower matches I played fast forward in auto mode. I think the computer can handle this on its own. It won't be hard. Gotcha! Katya! Or how should I say it? Katya! Katya! De. Well done. Ezt a supportot már ki maxoltam. I already maxed out this support. Gond nélkül legyőzte ez, gond nélkül megnyerte nekem a gép ezt a három meccset. As I thought, the computer could win this three matches for me without any trouble. Maradékötöt majd később lejátszom. I play the rest of rest 5 later. Na akkor kezdjünk bele a Classic Rain gameplay videóba. Now let's begin the Classic Rain gameplay video.
imádom, hogy Faction War Quick Battle módban egy fúzió nélküli karit is 10-es fúzió szintű kariként tudod játszani. Köszönhetően az új tulajdonságnak, a játék új tulajdonságának, amit az utolsó mentés alatt hoztak be a játékba. I love the new feature of this game that you can play even you can play a character even without any fusion as a fusion 10 character. This is a very cool feature that the game brought into the game with the last update. Elnézést, hogy szar sem tudok a Classic Rain karikról. Amit tudok, azt is menne egy videójából láttam. Forgive me that I don't know shit about Classic Rain. And what I know is from a video from man. Sajnálatos, de nem sikerült összehozni a Team Fogdot. It's unfortunate that I couldn't do the Team Fog. Join your beat down. You got cage. Oh, a brutality, amit még nem láthatatok. Ez Raiden brutality-je volt. Oh, another brutality that you couldn't I am lightning and thunder. See from my last video, it's Raiden's brutality. Na persze, csak azoknak mondom, akik nem ismerik úgy a játék, nem látták még ezt a brutality-t a játékból. Of course, I say for those who don't know this, who didn't see this brutality from this game yet. Impressive.
nem rossz, nem rossz. Not bad, not bad. Excellent. Ugly Ermac. Yay. Ouch. So? My fury is unrelenting. Relish the taste of death. Chuja Sun God Kotokan. Ugly Sun God Kotokan. Megfelelő büntetésben részesítelek. I am lightning and thunder. Outstanding. Brutality. Ez volt Rain-nek a brutality-e. Ezek a ellenfelek 7-es, 1-es szintű fúziójuk, ha? But come on, what's this opponent 7 and 1 fusion level? Come on. Imádom, hogy ezt az új feature-t, hogy 10-es fúziójú szintű változhatja a fúzió nélküli karit, de sajnos az a baj ezzel, hogy
a játék azt hiszi, hogy még mindig fúzió nélküli karitval játszol. Ez egy butaság. Fight. I love this feature that you can play a character without fusion as a fusion 10 character in quick battle, but the bad side of this that the game thinks that you play with a character without any fusion. So it pairs you with weaker team. Igen, tehát az, hogy a játék azt hiszi, hogy fúzió nélküli kalival játszol, tehát gyengébb csapattal párosít. Join your beat down. Come here. Well done. Befejezted! Szerintem már meg ő is csinál egy brutalityt. Mivel hogy mind a három kari rendelkezik. Igen, tehát mind a három kari, akikkel jöttem, rendelkezik brutalityvel. Megvannak a brutality szettjeik. I thought he will do a brutality because every single character in this team has brutality. I have their brutality set.
Ez egy könnyű meccs volt. Okay, it was an easy match. An easy fight. De ez egy könnyű harc volt. Oh yeah. Again. Remélhetőleg most keményebb ellenfelek, keményebb csapatokkal fog összehozni, párosítani. I hope this time it will pair me with fight. Tougher opponent, tougher opponent. Join your feet down! I am lightning and thunder! Excellent.
Wow, that hurt to watch. You seem tense. Hát nem jött össze a team support se. És egy újabb brutality. Elég hülye brutality, de ez lett a brutality-e. And another brutality. It's one of... It's a... quite foolish brutality, but it's reptile's brutality. És akkor most egy fatal blow-t is. And now a fatal blow too. Sound looks so good. Na, még egy fatal blow-t. And another fatal blow. Well done. Védekezz a kedvemért. Come on, block, please. Csak nem tudok csinálni egy team soul-t. Any questions? Excuse me. I am lightning and thunder. Excellent. Yeah!
Gyerünk, védj nekem a kedvem és egy párod. Come on, block for block me some for me. I am lightning and thunder! Impressive. I am lightning and thunder! Well done. Sajnos a szók, de elmúlt, mire összeszoktam volna a team szók. A fortunate szók, pass the way, before I can get the team soaked.
darkness. Bocsi, I'm sorry. Itt a véged. This is the end for you. I am lightning and thunder. Well done. Na, csak fölveszem még azt az öt maradékot meccset a edéniai, a fatális edéniai toronyból. Csak előbb még indítok egy-két questet. I just record the remaining 5 battle of the fatal Edenian Tower just before that I restart some quest. Sorry. Oh. Kudarc. Ahogy írt a failure, az kudarcot jelent. Thank you.
Fatal Adenian Tower-t meccseimet. Gyorsítva, de nem ezzel a csapattal. Now I finish my Fatal Adenium Tower matches. Fast forward it, but not with this team. Egy meccset már le is játszott nekem. It played a match for me already. Kettő kész, három van hátra. Two down, three to go. Run away!
gosh. Just a blind. You're done. Wow, that hurt to watch. Impressive. Amikor megszereztem a Kitana Brutality Settet, nem akartam, igazából gondoltam, hogy nem fogom még egyszer végig rusholni, vagy hogy mondjam, sietni ezt a tornyot, de úgy döntöttem, hogy mégiscsak végig kell ezt még egyszer rusholni, végig kell gyorsan vinni, mert szeretném látni, hogy mire képes ez a csapat a 200. meccs bossjai ellen. Ja. When I got myself the Kitana Brutality set, I thought I won't rush this power again, but then I decided I decided that I should rush it again through, because I want to see what this team capable against the bosses of the 200 level fight. Join your beat down, run away. Szeretném, hogy még egyszer végig akarom rusholni ezt a tornyot ezzel a csapattal, mert kíváncsi vagyok, mire képes a 200. meccs bosszai ellen, és amikor eljutok odáig, akkor majd azt a meccs sorozatot szerintem föl is fogom venni, és publikussá fogom tenni, amit eléri a Full HD minőséget. I haven't told you, but I will rush this tower again because I'm interested in what this team capable of the bosses of the 200 matches, level 200 fight. And when I get there, I think I will record this and make it public when I
when the video gets the full HD quality. Hát ennyit mára ebből a játékból. Remélhetőleg élveztétek ezt a Classic Rain game játék videót és Edeniai fatális Edeniai torony játék videót. A legközelebbi alkalom még viszontlátásra mindenkinek. That's it for now. I hope you liked this Classic Rain gameplay video and this Fatal Edenian Tower gameplay video. Until the next time, see ya all. Bye. Szevasztok.